Elkészült Kistarcsán az Aulich utca újraaszfaltozása. A helyi temető mellett futó gyűjtőút felújítása több mint 38 millió forint plusz áfa összköltségből valósult meg. A 60-i Albert Schweitzer Kórház rendelőintézete adott otthont az adventi egészségnapnak, melynek keretei közt több mint 15 féle szűrővizsgálaton közel 160 érdeklődő vett részt. A hatóság és az egészségügyi szakterületen dolgozók részvételével tartottak szakmai tanácskozást a gyermekbántalmazás témakörében november 23-án az Aszódi Polgármesteri Hivatalban. November 25-én adták át a felújított Szadai Jókai utcát, melynek köszönhetően 573 méteren kapott új útburkolatot. A beruházás a Veresegyház és környéke szennyvízközmű társulás finanszírozásából valósulhatott meg. December 2-án nyitott meg Kistarcsán a Csigaháznál felállított műjégpálya, mely január 29-ig várja a sportolni és kikapcsolódni vágyó gyerekeket és felnőtteket.